Sziasztok, szírok János vagyok, és ma egy szuper távcsövet mutatok be nektek. Ezzel olyan dolgokat láthattok, amiről eddig csak álmodtatok. Ez az Alpenoptik Apex Steady 1442 HD képstabilizált távcső. Ami nem csak nagyon jól néz ki, de igen hasznos szerkezet. De mielőtt elmesélném, hogy miért is olyan király ez a távcső, beszéljünk kicsit a távcsövek fejlődéséről. A távcsövek olyan eszközök, amikkel nagyíthatjuk a távoli dolgokat, és jobban megnézhetjük őket már több száz éve léteznek, azóta nagyon sokat változtak. Az első távcsövek még csak két lencsét használtak, és elég gyengén nagyítottak. Aztán jöttek a prizmás távcsövek. Itt már jobban nagyítás, de elég nagyok és nehézkesek voltak. Következő lépés a tetőjel prizmás távcsövek. Kisebbek és könnyebbek, de drágábbak és bonyolultabbak. A XXI. században pedig tovább fejlődtek. Sok új technológiát és anyagot felhasználtak, hogy jobbá tegyék őket. Ilyenek a több rétegű bevonatok, amik csökkentik a fény visszaverődést, és szebbé teszik a színeket. A fázis bevonatok, amik javítják a kép élességét és részletességét. A hidrofó bevonatok, amik megvédik a lencséket a víztől, olajtól és a portól. A nitrogénnel töltött házak, amik megakadályozzák a pára és ellenállnak a víznek és a pornak. És itt az új képstabilizátoros, ami csökkenti a rázkódást és stabilizálja a képet. Ma már léteznek távmérő és távcsövek is, amik megmutatják, hogy milyen messze van az, amit nézünk. Ezek a távcsövek nagyon sokat fejlődtek, és ma már nagyon sokféle célra használhatók. Lehet velük vadászni, túrázni, vagy csak élvezni a természet szépségét. De most térjünk vissza az Apex steady és nézzük meg, hogy miért is olyan jó távcső ez. Először is nagyon jól néz ki. A kelemes zöld szín és a gumirozott felület elegáns és trapabíró. A távcső könnyű, kényelmes és jól illeszkedik a kézbe. A szemkagylói állíthatók így szemüvegesek is használhatják. Lencei nagyon tiszták, fényesek és nagyszerű képet adnak. A távcső 14-szeres nagyítást biztosít, ami elég nagy ahhoz, hogy a távolabbi részleteket is lássuk, de nem annyira nagy, hogy elmosódjon a kép. A távcső látószöge 4,3 fok. Elég széles, hogy áttekintsük a környezetet. A távcső legnagyobb előnye a képstabilizátor, amit egyetlen kapcsolóval működésbe hozhatunk. Ez kiküszöböli a kézremegést és a mozgást. Így a kép mindig stabil és éles marad, akármilyen messzire nézünk. Biztosan hallottál már az optikai rázkódás csökkentésről. Ezt sikerült belepasszírozni ebbe a kis testbe. Ez a funkció segít a fényképezőgépeknek, videokameráknak, és most már a távcsöveknek, hogy jobb képet állítsanak elő. Az optikai rázkódás csökkentés, vagy röviden OIS, egy olyan rendszer, amely a lencse vagy képérzékelő mechanikus mozgatásával ellensúlyozza a kamera mozgását vagy rázkódását. Így a kép nem lesz elmosódott vagy homályos. Erről annyit érdemes tudni, hogy a mi esetünkben a lencséket stabilizálták. A vadász felhasználóknak hatalmas előnye származik ebből, hiszen képes kézből kitartani egy 14-szeres nagyítású távcsövet. Ez óriási fegyvertény. Az optikai csökkent csökkentés egy hasznos funkció, amely növeli a felhasználó élményt. Harmadszor ez a távcső nagyon jó árérték arányú. Az Apex Teddy képstabilizátoros távcső jelenleg jár a 400 000 forint alatti, ami nagyon jó ár egy ilyen minőségű és funkciójú távcsőért. A távcső mellé jár egy puhatók, egy nyakpánt, egy tisztítókendő, és egy elem, ami a képstabilizátort működteti. A távcsőre ráadásul 10 év garancia is jár, ami biztosítja, hogy hosszú ideig élvezhessük a használatát. Összefoglalva az AlpenOptik Apex Teddy. Kép stabilizált távcső egy nagyszerű távcső, amit bátran ajánlok mindenkinek, aki szeretne jobban látni a távolba. Ez a távcső nem csak jól néz ki, de remekül teljesít, és most nagyon jó áron kapható. Ha szeretnél egy professzionális keresőtávcsövet, keresd le egy Hungáriánál!